Elstartolt a kampánya, a jelölő szervezetek és a jelöltek gyűjtik az aláírásokat, közben pedig a választási plakátok is megjelentek a nagyobb városokban. A következő 50 nap arról szól majd, melyik jelölt tudja meggyőzni az embereket, hogy rászavazzanak. A választók a voksolás menetéről, az átjelentkezésekről és például a külföldi voksolásról a választás.hu oldalon tájékozódhatnak. Szombattól 50 napjuk van az európai parlamenti és az önkormányzati választáson indulóknak, hogy meggyőzzék a választópolgárokat. Az induláshoz szükséges aláírásokat az EP választások esetében május 3-ig, a helyhatósági voksolás esetében pedig május 6-ig kell leadni. Az újrainduló polgármesterek a jövőbeni tervek mellett az eddig elért eredményekre helyezik a hangsúlyt, mint például József városban az ellenzéki pártok és civil szervezetek támogatásával induló Pikó András. A főváros talán legerősebb önkormányzati teljesítményével, talán a legelőremutatóbb, legprogresszívabb programjával, és biztosan a legszélesebb társadalmi alapokon nyugvó szövetségével vágunk neki ennek a 50 napnak. A helyhatósági tisztségekért újonnan induló jelöltek programjában erősen megjelenik a jelenlegi vezetés kritikája, és az arra adott szerintük helyes megoldás. Mint például Új Budán, ahol a polgármesteri tisztségért a Fideszes királynóra is indul. Rendet teszünk a parkolási káoszban, kiemelt gondot fordítunk a közterületek tisztaságára és a zöld területek gondozására, bővítésére. Péntekig a szavazással jogosultak megkapták a választási értesítőt, amiből kiderül, hogy mikor és hová kell menniük szavazni. Ha valaki nem kapott ilyen értesítőt, akkor a helyi választási irodánál igényelhet újat. Június 9-én európai parlamenti választások lesznek. Ezen pártokra, illetve azok listáira lehet szavazni. A jelölő szervezetek maximum 21 fős listát állíthatnak, mivel Magyarország népesség arányosan ennyi képviselőt küldhet az EP-be. A választási részvételtől függően egy mandátum megszerzéséhez nagyjából 180 ezer voksra lesz szükség. Vagyis minél több szavazat érkezik egy pártra, annál több képviselője lesz az EP-ben. Most először a helyhatósági választásokat is ezen a napon rendezik. Országosan továbbra is az eddigi szabályok szerint lehet majd voksolni a polgármesterekre és a helyi képviselőkre, akik pártok, civil szervezetek jelöltjei és függetlenek is lehetnek. A leadott szavazatok alapján számítják ki az egyes vármegyei közgyűlésekben helyet foglaló képviselők számát is. A fővárosban a 2019-es választásokhoz képest most listás választást tartanak, vagyis pártok és jelölőszervezetek szervezetek jelöltjeire lehet voksolni. És az így leadott szavazatok alapján alakul ki a fővárosi közgyűlés összetétele. Június második vasárnapján tartják majd a nemzetiségi választásokat is. A települési nemzetiségi választáson három vagy öt jelöltre, a területi és az országos választáson egy listára lehet majd szavazni. Az önkormányzati választáson átjelentkezéssel kizárólag Magyarországon. A választás.hu oldalon további információk is megjelentek a választás menetéről. Az oldalon található nyolc kisfilmből kiderül, mit kell tennie annak, aki átjelentkezne, vagy aki külföldön voksolna. De a levélszavazás menetéről is részletes tájékoztatást lehet kapni.